Sziasztok! Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogyha egy Eaton szünetmentes tápegységet rákötünk egy QNAP hálózati adattárolóra USB kapcsolaton keresztül, akkor onnantól kezdve mit tudunk elérni és mit tudunk beállítani. Ugye már egy előző videóban bemutattam nektek kettő belépő kategóriás szünetmentes tápegységet, és el is mondtam, hogy mit mire fogok használni. És most a QNAP hálózati adattároló már fönn van az Eaton, és akkor nézzük meg a beállításokat. Itt már behoztam a kezelőfelületét a NAS-nak, és látható, hogy van egy külső USB-s eszközünk, ugye ez egy külső merevlemez, erre backupokat szoktam, mentéseket szoktam, időzített mentéseket szoktam csinálni, és megjelent itt nekünk USB eszközként az Eaton szünetmentes tápegység. Hogyha bejövünk a vezérlőpultba, és a vezérlőpultnál bejövünk a külső eszközök menüpontba, akkor itt a külső eszközöknél van egy UPS rész, és hogyha erre rányomunk, akkor különféle beállítások tárulnak elénk. Mint például az, hogy mutatja ugye, hogy USB kapcsolat, kapcsolja ki a kiszolgálót, ha a tápellátás elakad több mint 5 percre. Ez azt jelenti, hogy ő érzékeli, hogy 5 perce nincsen hálózati áramforrása szünetmentesen, és 5 perc után elkezd leállni a NAS automatikusan, hogy megvédje az adatainkat, és ezzel nincs is semmi probléma. Ezt ki kell tapasztalni, hogy egy adott szünetmentessel körülbelül mennyi időd van még hátra, hogyha esetleg áramkimaradásod van, hosszabb áramkimaradás. És hogyha lentebb jövünk, akkor itt láthatjuk a UPS információkat, mint például az akkumulátor kapacitás, és mutatja nekünk, hogy a becsült védelmi idő az 37 perc, eddig tud nagyjából működni a NAS, hogyha elmegy az áram. Azért célszerű ez alá kalkulálni. Én azt mondanám, egy ilyen esetben egy 15 percet hagyhatunk a NAS-nak, hát ha addig visszajön az áram, de mindenféleképpen ne járassuk 30 percig, mert ez csak egy becsült idő, lehet, hogy hamarabb le fog kapcsolni. Mert lehet, hogy hamarabb el fog fogyni alul a szünetmentes, és az nem tesz neki jót. Ugye most alapból 5 percre van állítva, beállíthatjuk akár 10 percre is, és valójában ennyi lett volna, szóval az Eatonnek ezt a típusát felismeri a QNAP hálózati adattárlom. És ennyivel még nem vagyunk teljesen kész, mert be kell még mennünk az értesítési központban és a globális beállításokban, hogyha már ugye értesítéseket konfiguráltatok, meg kell néznünk, hogy a külső eszköznél bent van a pipa, itt van a külső eszköz, nekem e-mail értesítést fog küldeni, mert már én hoztam létre egy szabály, de ezt már egy másik videóban mutattam nektek, hogy ez hogy történik meg valójában. Úgyhogy most már csak egyetlen egy dolog van, nézzük meg, hogy hogyan figyelmeztet bennünket a NAS, hogyha most kicsit szimuláljuk az áramszünetet. Elindítottam a telefonomon egy képernyő rögzítést, és most akkor távolítsuk el a hálózati áramforrásról a UPS-t. Most, hogy eltávolítottam, el is kezdett csipogni. Közben várom, hogy megérkezzen az értesítésem, mert elméletileg nekem most e-mailt kellene küldenie. És közben érkezett is e-mailem, mert hogyha látjátok a telefonom képernyőjét, akkor látható, hogy szólt nekem, hogy probléma van, 11 óra 27-kor a szünetmentes tápegységem elveszítette a tápellátást, és 10 perc múlva le fog állni a NAS. De most nézzük meg, hogy mi történik, hogyha visszacsatlakoztatom a szünetmentesemet hálózati áramforrásra. Miután visszacsatlakoztattam a szünetmentest hálózati áramforrásra, utána kaptam ismételten egy e-mailt a NAS-tól, hogy visszatért az áramellátás, ezért a leállítási folyamatot ő mégsem veszi figyelembe, szóval nem fog leállni, mert 10 percen belül visszakapta a hálózati áramforrást. Úgyhogy nagyjából ezért érdemes egy szünetmentest vásárolni, hogyha NAS eszközötök van, vagy akár kisebb eszközök van, amit szeretnétek így védeni, de adatok miatt én mindenféleképpen javaslom egy NAS mögé egy ilyen szünetmentes beszerelését,
Hát ugye arra figyelni kell, hogy értesítést csak akkor kapsz, mint én, hogyha két darab szünetmentesed van, mert ugye nekem van egy másik szünetmentes, amit az előző videóban mutattam. Ő teszi lehetővé, hogy még működjön az internet adott kapcsolatom, meg működjön a switch a hálózat, hogyha esetleg elmegy az áram. Úgyhogy ennyi lett volna a QNAP hálózati adattárolónál egy szünetmentes üzembe helyezése és kipróbálása. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el egy lájkot nyomni és feliratkozni a csatornánkra. Hamarosan pedig megnézzük ugyanezt a szünetmentest, hogy hogyan működik Synology NAS esetén is. Sziasztok!